Hetes számú választókörzet, jelöltem Ladár György, Tőzsgyökeres törökszentmiklósi, gépfalusi. Tanulmányait a Székásban kezdte, majd később felsőfokú gazdasági ügyintéző képesítést szerzett. Jelenleg kereskedelmi vállalkozó. Elkötelezett környezetvédő, eddig is több zöld terület szépítő, faültető akció kezdeményezője és résztvevője. 15 éve aktívan politizál, napi kapcsolatban áll az emberekkel, szociális érzékenysége, lojalitása, a hátrányos helyzetűek segítése révén nagyon sokan ismerik, szeretik. Elkötelezett lokálpatrióta, a helyi értékek, hagyományok ápolója. Körzetében élők megválasztása esetén bármikor számíthatnak rá. Kérem, támogassák képviselőjelöltemet. Ladár György vagyok, édesapa, büszke édesapa. Kisfiamat édesanyjával együtt neveljük békességben, boldogságban. Születésem óta itt élek, ebben a választókörzetben. Érettségit Székács-Elemér mezőgazdasági iskolában kezdtem el, majd a dolgos hétköznapjaimat egy helyi iparcikk üzletben végeztem, ahol kitanultam a kereskedelmi nyelvet. 90-es évek végén kimentem a Karib-tengeri szigetvilágra dolgozni, más kultúrát megismerni. Hazajövetem után területi képviselőként dolgoztam egy szerszámnagykereskedésben, majd ezt átvállalva én csináltam a szerszámnagykereskedést. Közben nyitottam egy üzletet 2003-ban, ahol a mai napig is dolgozom. Minden évben egyre több önkéntes munkát vállalok városépítéséért, részt vállalok közterek szeméttől való megszabításáért, illetve zöld növényzet karbantartásában. Kiemelten fontosnak tartom a gyermekeink és a hátrányos helyzetűeknek a gondviselését. Lehetőségeim mérten egyre több támogatást igyekszem nyújtani. Önkormányzati képviselőként élhetőbb körülményeket, rendezettebb környezetet szeretnék elérni körzetemben, illetve városban. Ezért elsősorban a közbiztonságot szeretném javítani, valamint dolgozni szeretnék a munkahelyteremtés, ezáltal a munkavállalás lehetőségein, az ipari park kínálta lehetőségek kiaknázásával. Szeretném a kutyamenhelynek a javítását szolgálni, ebben közreműködni. Hiszek a város összetartó erejében, és ezért összefogással, együtt gondolkodással szeretném a helyi kiskereskedők, őstermelők érdekképviseletét is erősíteni. Megválasztásom esetén a várost és szűkebb választókörzetem érdekeit tőlem elvárható legnagyobb gondossággal, lokálpatrióta módon fogom képviselni. Kérem, hogy október 13-án menjenek el választani, és tegyék a kis csapatunkra az X-et.